3, 2, 1! Lufi durrantással kezdődött el az idei kutatók éjszakájának első programeleme, a Morning Show, ahol látványos kémiai kísérletekkel készültek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Kémiai és Fizikai Intézetének munkatársai, hogy elvarázsolják a nézőközönséget. ...2022-ben a térre visszük a tudományt mottóval meghirdetett kutatók éjszakája végül a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt az egyetem épületeinek belső tereiben valósult meg, de érdeklődőkből így sem volt hiány. Azok, akik a líceumba látogattak, a folyosókon olyan állomásokat találhattak, mint az ökojáték, az állati lábnyomozás és a szelektáj okosan játékok, melyek a környezetünk védelmére, az energiahatékonyságra, illetve a klímatudatosságra hívták fel a figyelmet. Akadt azonban egy állomás, aki mersze állni a matek tanár ellen, ahol nem mással, mint az egyetem tudományos rektorhelyettesével, dr. Juhász Tiborral mérhették össze matek tudásukat a kutatók éjszakájára érkezők. A játék elmélet ugye a matematikának egy hát fiatalnak mondható, de már elég magas fejlettségi fokon lévő ága. Tehát mindenképpen van benne matematika. Elemi matematika van egyébként benne. Az egyik játék például a néggyel való oszthatóságon múlik, azt ugye tulajdonképpen bárki el tudja dönteni, hogy egy szám osztható-e néggyel vagy sem. Tehát van egy másik játék, ahol azért egy jó adag pszichológiai töltet is van. Igazából ennek nem feltétlen csak a matematika a népszerűsítése a célja, hanem az is, hogy a diákokat egy kicsit képbe hozza, hogy az ilyen szerencsejátékokkal, játékautomatákkal való kapcsolatfelvétel mennyire érdemes, vagy nem érdemes. Azt elmondhatjuk, hogy a szeptember vége, az azt jelenti itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, hogy kutatók éjszakája, és már egészen összeforrt a nevünk azzal, hogy megmutatjuk ilyenkor azt, hogy mit csinálnak a kutatóink, az oktatóink. Miért fontos ez még mindig? Hát igazából a kutatói életpálya népszerűsítése az, hogy az egyetemnek egy természetéből fakadó feladata. Mint ahogy a régebben a manufaktúrák is, a szakemberek is, a mesteremberek gondoskodtak a saját utánpótlásuk neveléséről, nyilván ez nekünk is feladatunk. Ugye, hát ilyenkor azt mutatjuk meg, hogy divatos szóhasználattal éljek, hogy kutatónak lenni fancy, kutatónak lenni cool, ez egy nagyon jó életstílus. Kutató az egy olyan ember, akinek a hivatása az rögtön a hobbija is, emiatt ő szenvedéllyel tud beszélni az általa művelt tudományterületnek az eredményeiről, a saját maga által elért eredményeiről, és még hogy szenvedéllyel, közérthetően, tehát mindenki számára érthetően, illetve megmutatjuk azt is, hogy attól, hogy kutatók vagyunk, egyáltalán nem úgy nézünk ki, mint ahogy az a lexikonokban van, meg mint ahogy az a sokaknak a fejében van, hanem vannak hobbiaink, zenélünk, gyűjtünk érdekes tárgyakat, tehát igazából azt mutatjuk meg, hogy ez egy olyan életforma, amit talán érdemes lehet választani. Emellett a Varázsoljunk a konyhában látványos kémiai kísérletek óvodásoknak és kisiskolásoknak, vagy éppen a Tittápál könyvtárban felállított gyereksorok is várta a kisebbeket. A kísérletek és a képzőművészeti foglalkozás mellett a zene sem maradhatott ki a repertoárból a nap folyamán, hiszen a zenei intézet közös, interaktív csörömpölésre invitálta az alsó tagozatos diákokat. Egyébként is az általános iskolai énekzenei nevelés élményszerű kell, hogy legyen. Tehát arra gondoltunk kolléganőmmel, Kis Katalin tanárnővel, hogy próbáljunk valami olyan előadást csinálni, ahol a gyerekeket be tudjuk vonni interaktív módon a zenélésbe, közben még valamit taníthatunk is nekik. Milyen hangszereket próbálhattak ki a gyerekek? Az ütőhangszerek családja rendkívül népes, és ezért érdemtelen dolog az, hogy csak annyit tudjanak róla, hogy dob meg céntányér. Főként azért, mert ezek között leképeződnek gyerekhangszerekké is, a legtöbbje. És a gyerekhangszerekből sikerült pár évvel ezelőtt egy nagyon népes csapatot összerakjunk a tanszéken, ezért most a jelenlévő 50-valahány gyerek közül mindenkinek jutott tikfa, triangulum, kasztanyetta, száncsengő, kisdob, nagyon változatos hangszerek jutottak, és ki is próbálták mindegyiket. Pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy milyen volt a csapat?
Ó, elsősök és ötödikesek. Az elsősök azok hatalmas szemmel mindenre rácsodálkoztak, és mindenről volt véleményük, ami nagyon-nagyon aranyos volt. Az ötödikesek azok már sokkal fegyelmezettebbek, de nagyon-nagyon érdeklődve ők is végigülték, semmi fegyelmezési probléma nem volt. Jönni fog a villám, úgy látom, és villám után dörgés. Megkérdezhetlek titeket, hogy mi tetszett a legjobban a mostani csörömpölős játékban? Hát nem is tudom, hogy nagyon sokat ilyen játékosan csináltak ezt az egészet, és olyan jó volt, hogy kielvezhettük, hogy csörömpöltünk meg minden. És mit kellett csörömpölni? Hát adtak meg ilyen ütemeket, hogy, és hát nem ütemeket, hanem hogy csörömpöljünk, csak a zenéket is énekeltünk, és úgy. A zene mellett az irodalom is nagy hangsúlyt kapott a kutatók éjszakáján. Gárdonyi Géza, Zsendice és a pipája című meséjét dolgozták fel azon a rendhagyó irodalmi órán, ahova 5. és 6. osztályos diákokat vártak. Arra gondoltunk, hogy egy picit Gárdonyinak a mesevilágát szeretnénk megismertetni a diákokkal, így egy olyan mesét dolgoztunk fel, amivel iskolában nem valószínű, hogy találkoznak a gyerkőcök, és rendhagyó keretek között játszottunk lényegében a mesefeldolgozása során. Milyen feladatokat kaptak, miket kellett csinálniuk? Alapvetően csoportban dolgoztak, nagyon szerencsés volt, mert két intézményből is érkeztek gyerekek, így vegyes csoportokban tudtak együtt dolgozni, és a mesét kellett megjeleníteniük, szoborcsoportokat alkottak a gyerekek, a mesevilágába helyezkedve interjút készítettek, a mese szereplőivel, valamint egy alternatív befejezést is alkottak a mesének. Az alsósok után gimnazisták érkeztek az interaktív irodalomórára, ők Gárdonyi Géza, a Barboncás című novelláját dolgozták fel csoportos kreatív írásgyakorlattal és drámajátékokkal. Egy Gárdonyi művet, a Barboncást vettük át, és azt értékeltünk, azt néztük át, és ilyen kreatív, vicces, hát szórakoztató feladatokkal megspékelve, így hát bővítettük a tudásunkat, így megmondva. Neked mit kellett pontosan csinálnod, tehát mi volt a te feladatod a csapatban? Hát egy előadást kellett ugye írni, hogy ezt a, hogy egy falusi és egy tudományos megtekintését hát egy természeti jelenségeknek, és mi például a homokvihart húztuk ki, mint ilyen természeti jelenség, és én feladatom volt az, hogy ugye segítsek a többieknek megírni ezt a rövid párbeszédet a tanító és a falusi ember között. És bemenekültem egy istallóba, ahol egy öreg ember ült a székébe, könyvet olvasott. Olyan szép ember ennek a felhő. Miről beszél öreg apám? Hát a felhő egész évben növesztik a kongáikat, hogy aztán télen leadja. Hát ez butaság, a felhők nem betelek. Akkor szerinted mi történik? Fiatalán elmagyarázza a pohás és tudományát, de az öreg ember ezt nem hiszi el. Ekkor a falu tudósa belép és azt mondja, hallottátok az új hír? A felhők fedlénk. Most bizonyították be a tudósok. Magyar tanárként elsősorban olyan programokat nézegettem, amelyek beépíthetők a mi óránkba, vagy egyáltalán a mi foglalkozásainkba, és ezzel megakadt a szemem, gyorsan egyeztettem a saját órarendemben a diákok órarendjével, és a Jóisten is úgy akarta, hogy ide jöjjünk. Hogyan tetszett maga a foglalkozás? Mi tetszett a legjobban? Eleve szerintem nagyon jó volt a műválasztás. Gárdonyinak ez a novellája nagyon érdekes, szerintem vicces is, és nem is volt túl hosszú, úgyhogy én kiadtam a gyerekeknek előre, hogy olvassák el, és úgy érkeztünk, hogy némi műismeretük már volt. És neked mi volt a személyes kedvenced a mai foglalkozáson? Nagyon kreatív volt a csoportmunka. A gyerekeknek egy-egy természeti jelenséget kellett megmagyarázniuk. Egyrésztről népi hiedelem, a népi hiedelem oldaláról, másrésztről viszont mellé vagy vele szembe kellett állítani egy tudományos oldalt, és szerintem nagyon jól megoldották. A gyerekek, nagyon örülök, hogy értették és élvezték a feladatot.
2022-ben a fenntarthatóság és a környezetvédelem kiemelt témája volt a kutatók éjszakájának, hiszen a szervezők, az egyetem és a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara a klímaválság mértékének fokozódása miatt fontosnak tartották, hogy minél több emberhez eljusson a fenntarthatóság fogalma. Én azt gondolom, a mai napnak az üzenetét azt most tök jól lehet látni a háttérben mögöttünk, hogy együtt van kint az egyetem, együtt van kint a város meghatározó vállalkozásai, együtt vannak kint a téren a középiskolák, és egy komplex kínálatot kaphatnak a családok. Nyilván arról beszélünk, hogy kutatók, akkor mi elvonatkoztatunk egy picit a mérnökök világa felé is, meg a gyárak világa felé is, amit nagyon meghatározó dolog Egerben. Tehát amiről mi itt az embereket, a családokat, a fiatalokat akarjuk informálni, az ez, hogy hogyan is tudnak életpályát választani itt Egerben, hogyan lehet tanulni az egyetemen, milyen szakokat lehet úgy tanulni, hogy el lehessen jutni a gyárakban, hogy gyakorlatot, nyári munkát lehessen végezni, majd állást lehessen vállalni. Ez erről szól, és ma még megfűszereztük ezt a tartalmat egy kicsit azzal, hogy beszéljünk a klímatudatosságról is, hogyan tudunk ahhoz hozzájárulni, hogy fenntartható legyen a világunk. Erről szól a mai nap. Nyilván az mindenkinek fel fog tűnni, hogy nem éjszaka beszélgetünk, de annyi programsorozat volt, hogy ugye ez a program elindult egy évtizeddel ezelőtt még éjszaka címen, de mára már beleszőtte magát a nappalban is. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara LIFE projektjének Beszéljünk a klímaváltozásról sátorába látogatott el a nap folyamán Deli Daniella, klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár is. Nem jártam még kutatók éjszakáján, és nekem ez nagyon pozitív. Külön öröm számomra, hogy idén nagy hangsúlyt fektetnek a klímavédelemre és a klímaváltozás elleni küzdelemre. Most az időjárás nem annyira kedvez ennek, hol beborul, hol elkezd esni, de szerintem nagyon jó, hogy itt a téren járva az emberek megismerkedhetnek azzal, hogy milyen munka zajlik annak érdekében, hogy a klímaváltozás negatív hatásai ellen mit tudunk tenni, mit tud tenni az egyén, mit tesz a kormány, mit tesznek a civil szervezetek, mit tesznek a cégek, úgyhogy nagyon pozitív élmény, és köszönöm szépen a meghívást. Még egy olyan kérdésem lenne, hogy a kutatók éjszakájának ugye az a célja, hogy megmutassa a kutatók életét, a kutatók mindennapjait, az, hogy nem csak ilyen elefántcsontoronyba zárva kutatnak. Mit gondolsz, hogy ez miért fontos, akár a klímavédelem szempontjából? Szerintem ez azért nagyon fontos, mert amit az emberek nem látnak, arra hajlamosak azt gondolni, hogy ez nem történik. És az, hogy ebben most bepillantást nyerhetnek, ez nekem nagy öröm, mert így megismerkedhetnek azzal, hogy például a klímakutatás terén mivel foglalkoznak a kollégák, vagy hogy milyen számításokra, milyen tudományos tanulmányokra építve végezzük például mi a munkánkat a minisztériumban ezzel kapcsolatban. Azok, akik az egyetem Lányka úti épületében zajló programokra voltak kíváncsiak, kihasználhatták az Eszterházy téről a Lányka útig közlekedő zöld buszjáratot. A G-épületben az Egyetem Élelmiszertudományi és Borászati Tudásközpontja, valamint az Egyetemi Szőlőbirtok közreműködésével ismerkedhettek meg az érdeklődők néhány fehér és kék borszőlőfajtával. Az Egri borvidék bemutatása mellett olyan érdekességekkel várták a kutatók éjszakájára érkezőket a C-épületben, mint az áram és lézerfuttató labirintusok foglalkozás. Ez a program külön azt a célt szolgálja, hogy a gyerekek saját kezükkel kipróbáljanak különböző eszközöket, tehát úgy volt elrendezve itt a terem, hogy különböző munkállomások voltak, és mindenki kipróbálhatta, tehát nem csak nézniük kellett, amit a tanár mutat be, hanem saját kezükkel a kísérleteket elvégezni. Tulajdonképpen egy labirintus játék volt, különböző feladványkártyák, egyre nehezedő feladványkártyák. Alapján kellett a lézernek a fényét úgy futtatni egy útvesztőn, hogy a kért célt eltalálja. Emellett olyan interaktív foglalkozásokba kapcsolódhattak be a résztvevők, mint az MTMI rendhagyó óra, ahol olyan innovációs eszközökkel ismerkedhettek meg a tanulók, amelyek színesítik az oktatásban folyó munkát, illetve LEGO robotok vezették be az érdeklődőket a 21. századi modern robotika világába. Na, várj,
A diákok kipróbálhatták az RFID-s terepasztalt is. Az RFID rádiófrekvenciás azonosítást jelent, ami egy automatikus azonosító eljárás. Az RFID a rádió hullám technológián alapul. Igazán érdekes volt ezt a rádiófrekvenciás dolgokat gyakorlatban is látni, nem csak elméletben tanulni. Sajnálom, hogy többet nem tudok foglalkozni az adott témával, de örülök, hogy már ennyit is tudtam ezzel kapcsolatban tanulni. A jövőben mindenképpen fogok még e felől érdeklődni, mert tényleg egy nagyon érdekes téma, és szívesen látnék még akár nagyobb, vagy akár komplexebb maketteket is működés közben. És érdekel egyébként a téma, szeretnél majd a közeljövőben tudománnyal foglalkozni, esetleg tovább tanulni ilyen tekintetben? Természetesen, mert szerintem a tudomány a legérdekesebb dolog, úgyhogy szeretek ezzel kapcsolatban minél többet, minél többféleképpen tanulni, úgyhogy legyen az rádiófrekvencia, legyen az számítógépes tudományok, szerintem minden téren nagyon érdekes témakörök vannak. Az Egyetem Sporttudományi Intézete, az EGRI Városi Sportiskola atlétika szakosztály munkatársaival karöltve szervezte meg idén a 7. Tudós Maraton Petrovai József emlékfutást. Az atlétika pályán egész nap oktatók váltották egymást, hogy a csapatuk a legtöbb kilométer teljesítse. Ugye minden más intézet is képviselteti magát, ezért mi is úgy gondoltuk, hogy mindenképpen szeretnénk programokat szervezni mind a hallgatóknak és a dolgozóknak. Szerencsére az időjárás ellenére is rengetegen részt vesznek itt. Ugye nagyon fontos az egészségnevelés, a sport, úgyhogy ezért mindenképpen fontosnak tartottuk. Ha kutatók éjszakája, akkor természetesen nem maradhatott ki a színes és látványos programokból a Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont sem. Dr. Murányi Zoltán ráadásul a C-épületben is bemutatta a kémiai kísérletek látványosságait. Hát ilyenkor ugye olyan kísérleteket kell válogatni, amik látványosak, hangosak, ugye ők szeretik az akciót, szeretik élvezni a történéseket. Nagyon sok ezek közül már persze ismernek, aki szereti nézegetni a videókat, az azért nagyon sok ilyen kísérletet lát. Megpróbáljuk a végrehajtás módjával, a hozzáfűzött magyarázatokkal egyedivé és érdekessé tenni a kísérleteinket. Folyékony nitrogénnel folytak itt kísérletek, meg még így vízzel kapcsolatban, és nagyon tetszett minden kísérlet. És melyik volt a kedvenced ezek közül? Hát nem tudom, de szerintem az elején, amikor felrobbantotta a tanár úr a lufit. És milyen a kapcsolatod a kémiával, illetve a tudományokkal van? Már kémia órátok egyébként? Még nincs, én még csak hatodikos vagyok. De én alapból nagyon szeretem a matematikát, és ez is ilyen tudomány, és gondolom ugyanolyan jó lesz a többi tudományi ág. Maga a kísérlet az nem sikerül, és nem vezet robbanáshoz, akkor ugye... A Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpontban ez alatt olyan előadásokkal várták az érdeklődőket, mint a Zoller Gábor által tartott jégkorszaka laboratóriumban, vagy a Nagy Zoltán által vezetett szuper élelmiszerek a terítéken. Ugye nagyon sokat lehet hallani ezekről az élelmiszerekről. Az, hogy jogilag ez nincs szabályozva, azt nagyon jól tudja mindenki, de azért tudjuk, hogy nagyon sok olyan élelmiszer van, ami az egészségre nagyon jó hatással van, nagyon sok ásványi anyagot, antioxidáns tartalmaz. Ilyen például a cékla, amiből ma is készítünk majd egy ételt, vagy az avokádó például, aminek nem csak a magas antioxidáns tartalma, hanem a benne lévő zsírtartalma is nagyon egészséges a szervezetünk számára. Tehát próbáltam olyan ételeket összeszedni, amik igazából
tényleg valójában ott vannak előttünk, csak valahogy nem igazán foglalkozunk vele. Tehát például a cékla, mindenki úgy gondolja, hogy csak egy befőttes üvegbe látjuk, és az úgy savanyúságnak el van készítve. Itt teljesen nyersen, hisz ugye a szuperélelmiszereknek az a jelentősége, hogy a 42 fokos hőmérséklet érheti csak, akkor jobban meg fognak maradni benne ezek a különféle vitaminok és ásványanyagok. A kutatók éjszakájára esett a Tittel Pál könyvtár, ez is Én vagyok kiállítás sorozatának legújabb megnyitója is. A most nyílt tárlat Bíróné Úri Márta, az egyetem gyakorló iskolájának pedagógus által készített foltvarrott takarók, táskák, terítők, képek és kisebb használati tárgyakat mutatja be egészen november 18-áig. Hát ez egy 22 éves történet, akkor találkoztam először Németországban a foltvarrással, és addig nem nyugodtam, míg hazatérve nem találtam magamnak egy foltvarró forrást, és megtanultam az alapokat, ez azóta is töretlen, néha kikikacsingatok más irányokba is, úgy mint a kosárfonás vagy a szövés, de ez maradt meg a fő profilnak. Az EGRI Foltündérek civil szervezet tagjaként dolgozom, úgyhogy ez most az első alkalom, hogy önálló kiállításom lehet. Köszönet ezúttal az egyetemnek ezért, mert eddig mindig csak a csapattal együtt állítottunk ki, úgyhogy ez most egy különleges lehetőség és alkalom. Hát az nem titok, hogy nagyon sokan eljöttek a kiállítás megnyitóra. Milyen érzés akkor így az első alkalommal? Nagyon-nagyon megható. Aggódtam is magamért, hogy majd a könnyeimet nem sikerül helyes mederbe terelni, de aztán sikerült. Nagyon sok kedves ismerősöm, barátom jött el, akik a műsorban közreműködtek, és hát igazán örömmel néztem szét, hogy tényleg milyen sokan vannak, és érzem a szeretetüket és a szívüket, lelküket, hogy eljöttek és megnézik ezt a kiállítást, és megtisztelnek ezzel engem. A nap végéhez közeledve az érdeklődők rövid, izgalmas előadásokat hallgathattak meg a Líceum aulájában, olyan témákban, mint a rendszerváltás heraldikája, a zenei nevelés fontossága, vagy éppen a Darknet. Az Észosztó Tudományos Slam után pedig a 302-es teremben igazi koncertélmény várt azokra, akik a késői órákban is a kutatók éjszakája mellett döntöttek, hiszen a hagyományokhoz híven a Back to Floyd koncertje zárta az estét.